Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban szeretnék megmutatni egy Noam Chomsky interjút, amiben arról beszél, hogy az Egyesült Államok volt elnökei közül számosat, amennyiben a Nürnbergi per eljárás menetét vennék figyelembe, perbe lehetne fogni és el lehetne ítélni háborús bűnök miatt. Amennyire ez durván hangzik, én azt hiszem, hogy azok számára, akik követik az eseményeket a világban, ez egyáltalán nem okoz meglepetést, mégis nagyszerű információt elmond ebben a 10 percben, és úgy gondoltam, hogy ez mások számára is érdekes lehet, nem csak nekem. Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. You said that if the Nuremberg principles were applied, every post-World War II president would be indictable. That's probably true. Can we run down them real fast? What did Eisenhower do that you would indict him for? Eisenhower overthrew the conservative nationalist government of Iran with a military coup. He overthrew the first and last democratic government in Guatemala by a military coup and invasion, leading to years of it. In Iran, it led to 25 years of brutal dictatorship. Finally overthrown in 79. In Guatemala, it led to massive atrocities, which are still continuing. That's after almost 50 years. A lényeg az ennek az egész videónak, amit szeretném, hogy mindenki megértsen, hogy az, amit nekünk mondanak Amerikáról, bármelyik országról, az mind része a propagandának. Azt akarják, hogy gondoljunk bizonyos dolgokat, és úgy manipulálják a híreket, hogy az emberek fejében kialakuljon ez képzet. Pénteken ezen a héten dolgok állásában arról lesz szó, hogy Edward Bernays hogyan fogalmazta meg ezeket a dolgokat a Propaganda című művében. A hatodik fejezet az, amit meg fogunk nézni részletesebben, néhány idézetet meg akarok mutatni, hogy mindenki értse. Szeretném, hogyha lenne egy kép mindenkinek a fejében arról, hogy mi is, ami zajlik körülöttünk. Az, amit mondanak, és az, ami történik, az két külön dolog, ami sokszor nincsen köszönő viszonyban egymással. In Indonesia, this was known until recently, but he conducted the major clandestine terror operation of the post-war period up until Cuba and Nicaragua. In an effort to break up Indonesia, strip off the outer islands, where most of the resources are. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Erőforrásokat Indonéziától elvették, az egész háborúnak, illetve a terület destabilizálásának az volt az oka, hogy az erőforrásokat megszerezzék. Undermine the what was then considered as a threat of Indonesian democracy. Indonesia was too free and open. It was allowing a political party of the poor to participate, and they were gaining a lot of ground. So that Eisenhower supported and helped instigate a military rebellion in the outer islands. Egészen hihetetlen, hogy hogyan is gondolhatja bárki ma a világban, hogy organikus folyamatok eredménye az, ami történik. Ha akkor így volt, ez Eisenhower, számos egyéb elnökről lesz szó még ebben a videóban. De mindenki látja, hogy mi az, ami történik. Ezért hívják úgy, hogy geopolitikai sakjátszma. Itt, ott, amott megdöntök egy államot, ezt támogatom katonailag, azt embargó alá helyezem, azt blokád alá, őt kizárom ebből a szövetségből, aztán megtámadja ez, azt, itt támogatok néhány gerilla csoportot, és szépen formálják az egész világot úgy, ahogy akarják, tömörítik be bizonyos blokkokba, azért, hogy egyszerűbb legyen a világnak az irányítása és az embereknek a kontrollálása. This is just for starters. These are all indictable offenses. És ezek mind büntetendő cselekmények, mondja ő, a következő pedig Kennedy lesz. What about Kennedy? Kennedy was one of the worst. Kennedy, first of all, invaded South Vietnam. During the Eisenhower administration, they had blocked the political settlement in 1954 and instituted a kind of a Latin American-style terror state, which had killed maybe 60 or 70,000 people by the end of the Eisenhower period and had instigated
a response, a reaction. Kennedy recognized that it couldn't be controlled internally, so he simply invaded. In 1962, about a third of the bombing missions that were carried out by the U.S. Air Force in South U.S. planes with South Vietnamese insignia, but U.S. pilot. He authorized napalm, he began the use of chemical weapons to... Kémiai fegyvereket használtak, napalmot, úgyhogy amerikai katonák vezették a vietnámi felségjelzésű gépeket és bombázták Vietnámot. Ez Kennedy idején, ez csak egy. Destroy food crops. Élelmiszernövényeket, terményeket megsemmisítenek. They began programs which drove millions of people into what amounted to concentration camps. Now that's aggression. In the case of Cuba, it was just a massive campaign of international terrorism. Nemzetközi terrorizmus Kuba esetében. Which almost led to the destruction of the world, led to the missile crisis. Ugye ez volt a kubai rakétaválság, ami szintén a propagandának a része és az emberek manipulálásának egy-egy eleme, ugye mindez a Kuba, Vietnám, akármiről is legyen szó. El kell hitetni az emberekkel, hogy létezik a világban egy fenyegetés. Örökké valakinek gerjeszteni kell a tüzet annak érdekében, hogy az emberek félelemben éljenek. Hogyha nincs senki, aki gerjeszti ezt, akkor nem lenne háború. Nekem meggyőződésem, hogyha az ellenség ezen emberek által nem gerjesztené ezt, akkor nagyon békésen meglennének az emberek egymás mellett. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.